Önök a Pécs TV gazdasági hírműsorát, a Mérleget látják, köszöntöm nézőinket. Rövid híreinket és lapszemlénket követően stúdiónk vendége lesz dr. Kovács Antal, Ferenc a Zsolnai Porcelángyár RT új vezérigazgatója, akivel a céggel kapcsolatos tervekről beszélgetünk, és ha a legfrissebb tőzsdei információkra kíváncsiak, akkor maradjanak velünk a Mérleg után is. Hírek röviden. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara ma tartja küldött gyűlését. Az ellenőrző bizottság jelentését a kamara részvétele mellett működő közhasznú társaságokról dr. Göndöcs István a bizottság elnöke ismerteti. A napirendi pontok között szerepel még a kamara etikai kódexének módosítása és az etikai bizottság megválasztása is. Baranya megye gazdasági folyamatainak tavalyi alakulásáról Veller János területfejlesztési osztályvezető tájékoztatja majd a küldötteket. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács rendkívüli ülése szintén ma lesz. A rendezvényen ismertetik az Európai Unió FAR regionális kísérleti program alapra benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntést. Emellett többek között szó lesz a Dél-Dunántúl területfejlesztési programjáról, valamint a régió és Friuli-Venecia-Giulia tartomány együttműködéséről. A zöld hulladék komposztálás Baranya megyei bevezetéséről tartanak szakmai napot június 3-án csütörtökön a Pécsi Kereskedelmi Központban. A rendezvényt támogatja az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság is. Most pedig lássuk, miről írnak a gazdasági lapok ma reggel. Az ellenőrzések nyomán bezárták az első vágóhidakat, hozza címlapján a Világgazdaság. Bezárták az első vágóhidakat a rendkívüli ellenőrzések nyomán, több esetben a cégek működésének felfüggesztéséről döntöttek az állategészségügyi szervek. A hatóságok több megyében is számla nélküli, bizonytalan eredetű húsokra vagy lejárt szavatosságú termékekre bukkantak a boltokban. A húsosok után a baromfiipar is legalább 10-15%-os áremelésre igyekszik rávenni a kereskedőket. Az üzlethálózatok szerint mától azonban nem drágul a sertéshús. Elhalasztott buszvásárlásról számol be a Napi Gazdaság. A Volán társaságoknak a buszbeszerzési pályázat győzteseivel május 28-án kellett volna szerződést kötniük a járművek szállításáról, de a lap információi szerint ez a közlekedési tárca közbelépésére legalább egy hónapot csúszik. A Volánok körülbelül 5 milliárd forint értékben 105 autóbuszt kívánnak vásárolni a 6 kategória 4 tendergyőztes cégétől. A Zsolnai Porcelángyár RT pénteken tartotta a közgyűlését, amelyen elfogadták a cég előző évi beszámolóját és az idei évre vonatkozó üzleti tervet. Vezérigazgatónak dr. Kovács Antal Ferencet választották, akit most sok szeretettel köszöntök a stúdióban. Üdvözlöm. Kedves nézőket! A köszöntésen túl pedig sok szeretettel gratulálok a kinevezéséhez. Köszönöm sok szépen. Sikeres pécsi évet kívánok! Hát az már sem a pécsiek, sem a távolabbi vidékek lakói számára nem titok, hogy a Zsolnai Porcelángyár nehéz helyzetben van, nem túl népszerű feladatot vállalt el, azt hiszem. 679 millió volt a tavalyi vesztesége. Mi motiválta önt, aki nem titok, egy elismert szakember arra, hogy egy ilyen pozícióra pályázzon, és egy ilyen feladatot vegyen magára? Köszönöm szépen ezt az érdekes kérdést. Az elmúlt éveket befektetési munkában végeztem, és amikor egy tulajdonos megvizsgálja azt, hogy hova fekteti a pénzét, akkor tulajdonképpen egy céggel kapcsolatban három fontos tényezőt próbál megnézni. Az egyik, hogy létezik-e a cégnek piaca, illetve olyan termékei, amit ezen a piacon el tud helyezni. Rendelkezik-e egy olyan speciális technológiával, amely valamiféle versenyelőnyt biztosít neki, illetve megkülönbözteti a versenytársaitól, illetve milyen a cégnek a humán erőforrás helyzete. Én azt gondolom, hogy ha ezt a három kérdést megvizsgáljuk, akkor a Zsolnaiban igen komoly tartalékok vannak, illetve nagyon komoly forrásokkal rendelkezik e tekintetben. Ez volt az, amiért a tulajdonos is valószínűleg döntött amellett, hogy a Zsolnait egy megoldás felé kell terelni,
illetve ezt tekintettem én is egy szakmai kihívásnak. Milyen cégeknél dolgozott ön korábban? 92-től dolgoztam egy időszakot a privatizációban, tehát az akkori AVRT-ben néhány privatizációs tranzakción, illetve 95-től egy kockázati tőkebefektető társaság befektetési igazgatója voltam, ahol különböző ipari területek cégeinek az átvilágításával foglalkoztam, befektetéseket valósítottam meg, illetve napi kontroll gyakoroltam cégek felett. A zsolnai polcrángyár esetében sokan abszolút válságról beszélnek. Az ön hangjából az előbb mégis én inkább optimizmust véltem kicsengeni, szóval akkor van kiút. Ön hogyan látja? Természetesen, hiszen ha nem látnék kiutat, akkor nem vállaltam volna ezt a feladatot. Én azt gondolom, hogy minden cég életében ciklusok vannak. Vannak felfutási időszakok, vannak lehanyatlások, és ezek a lehanyatlások általában akkor következnek be, hogyha az ügyvezetés nem megfelelően reagál azokra a piaci valóságokra, arra piaci környezetre, ami bizonyos változásokat megkövetel. Tehát bármilyen nagy céget nézünk, akár az ismert amerikai cégeket, multinacionális cégeket, vagy akár középvállalatokat, mindenhol állandó éberségre van szüksége az ügyvezetésnek ahhoz, hogy a piaci folyamatokat követni tudja, és a cégét megfelelően pozícionálja a piacon azért, hogy a tulajdonosok és a környezetének megfelelő maximális értéket tudjon előállítani. Ön hosszú évekig dolgozott külföldön, vajon az ott szerzett tapasztalatok azok mennyire adoptálhatók itt Pécset, mennyire lehet hasznosítani azokat? Külföldi tartózkodásaimat tulajdonképpen két nagyobb szakasza lehetne osztani. Az egyik, egy hosszabb időt töltöttem el a Távol-Keleten, akkor szerkezeti mérnökként, és részben kutatásokat végeztem, részben pedig irányító mérnökként olajipari és energetikai projekteknek a tervezésében vettem részt. Ezt követően 93-tól 95-ig az Egyesült Államokban laktam, ahol az egyik neves egyetemen gazdaság, illetve üzletvezetési diplomát szereztem. A távol-keleti ismereteim úgy gondolom, hogy közvetett módon adaptálhatók majd a zsolnai esetleges marketing politikájában. Hát az Egyesült Államokban pedig egy nagyon kemény tanulási időszak volt, és az ottani gazdasági folyamatokat igyekeztem elsajátítani, vagy megismerni. Nekünk pécsiek számára is egy különös érték, egy különös név a zsolnai, de azt hiszem, hogy ez már országos szinten is érvényes. Hagyományokat őriz ez a cég, rangja van. Akkor, amikor ez a gyár ilyen értékeket képvisel, akkor nagyon nehéz racionális, gazdaságos döntéseket hozni. Én azt gondolom, hogy ez minden vállalatnál így van. Aki túl sok időt, túl közel tölt el a gyárban, vagy egy üzemben, az érzelmeiben is nagyon könnyen azonosul a céggel. De hát ez természetes is, és nagyon jó is. Azonban önkéntelenül is az ember elveszthet bizonyos objektív látást, és nagyon sokszor a piacon is azért vonnak be külső tanácsadókat, hogy ezt a bizonyos objektivitást, racionalizmust, ezt az üzleti döntésekbe bele tudják vinni. És éppen ezért ezek nem is egyfős feladatok. Amikor ekkora döntéseket kell hozni, akkor többen nagyon sokat dolgoznak egy ilyen programnak az előkészítésén, mint ahogy már a zsolnainál is egyébként ez történt. Tehát nem az fog történni, most én idejövök és kitalálom, hogy mit kell csinálni, hanem ennek egy nagyon komoly előzménye van már, és remélem lesz egy folytatása. Tehát bizonyos racionalitást kívülről be lehet hozni, azonban arra is feltétlenül nagyon szükséges, és én erre nagyon nagy hangsúlyt kívánok fektetni, főleg az első időszakban, hogy minél mélyebben megismerjem a céget. Mind a materiális anyagi oldaláról, mint pedig az angol szóval ugye a soft oldaláról. Azt már hallottuk, hogy több részre fog bomlani a cég. Milyen szempontok szerint, és ez mikorra várható? Én néhány hónapot adnék ennek az átalakításnak. Az átalakítás fő szempontja az, hogy azokat az értékeket megpróbálják egy tiszta lappal induló vállalatba behozni, amiket hagyományosan a zsolnai hordoz, tehát minden olyan terhet
megpróbálni leválasztani róla, ami ezt a hagyományos tevékenységet nehezíti, illetve azokat a tevékenységeket, amiből jövőben a tulajdonos nyereséget lát. Ezért van szükség erre a reorganizációra. Nem túl népszerű feladatokat is végre kell hajtani, hiszen azt már tudjuk, hogy az elmúlt héten is több munkatársat bocsátottak el. Várható-e még további létszámleépítés? Sajnos azt kell mondanom, hogy várható, azonban éppen egy olyan programot igyekszem kidolgozni az elkövetkező időszakban, ami egy növekedési pályára fogja terelni a céget. Végül engedje meg egy személyes kérdést, mert ugye azt tudjuk az életrajzából, hogy jelen pillanatban Magyarországon belül Budapestről érkezett hozzánk. Effektív mennyit fog Pécsett tartózkodni, vagy ön is az a cégvezető lesz, aki majd néha egy héten egy napot megjelenik itt Pécsett, és azon kívül távolról irányítja a céget? Én a napi életemben is amennyire lehet igyekszem azonosulni a céggel, tehát én itt fogok lakni. Természetesen a családom Budapesten él, De én Pécsett fogok lakni, és az idő nagy részét, elsőprő részét itt fogom tölteni önök között. Reméljük sikeresen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk a stúdióba, és hát más nem tudok, jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. A Mérleg új kiadásával, friss gazdasági hírekkel a déli hírórában jelentkezünk legközelebb. A műsorral kapcsolatos észrevételeket szokás szerint várjuk a képernyőn látható címre, most pedig kérem tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit. Reggelt kívánok, köszöntöm a Pécs TV nézőit. A nap nagy részére jellemző stagnálás után a nap végén ugrásszerűen elindultak a részvényárak felfelé tegnapi nap során a budapesti értéktőzsdén. A londoni és a New York értéktőzsdék tegnapi zárva tartása miatt egyáltalán nem volt meglepő, hogy a nap nagy részében unalmasan telt a kereskedés, néha hosszú percekig nem született üzletkötés, a Bux Index pedig a plusz 30 és plusz 60 pont közötti szűkságban ingadozott. Délután 4 órakor, amikor a Bux Index 50 ponton állt, jelentek meg a hírek, hogy elindult Belgrádban a diplomáciai tárgyalások. Ennek köszönhető valószínűleg, hogy a részvényárak meredek emelkedésnek indultak. Néhány perccel a nap vége előtt már 220 pont pluszban is járt a Bux Index. Végül is a 6438 pontos záróérték 190 pontos, azaz 3%-os emelkedést jelent. A forgalom is kissé megerősödött a nap vége felé, és 10,5 milliárdot ért el a nap végéig. Rátérve a részvényárakra, a MATÁV 41 forintot erősödött, a MOL 120, míg az OTP 155 forinttal zárt magasabban. A gyógyszerpapírok közül a Richter szerepelt jobban, amely 370 forintot erősödött, az Aegis is feljebb zárt, bár csak 90 forinttal. 110 forintot emelkedett a TVK, míg a Borsodkem 6000 forintos záróára 240 forint emelkedést akar. Jól szerepeltek a gépipari papírok, 3% körüli mértékben emelkedett mind a rában, mind a napi részvényének az ára. Két papírt emelnék még ki, a D-MASZ 17.800 forintos záróára több mint 4% emelkedést jelent, míg a Danubius 5%-ot, azaz 200 forintot erősödött. Legfrissebb tőzsdehíreinkkel a déli hírórában várjuk Önöket.